Nézzük akkor. 800 méter tehát. Gyors lábak, és persze tiszta fej kell hozzá, mert azért ez már egyértelműen észjáték is. Miközben ugye Bakozsi Petire is figyelnünk kell, a 224 cm-es magasságon Kovasi János teszi a dolgát, de a fiatal kenyai sztár egyébként Koitágyó Kitali, akit az idei esztendőben fedeztek fel egyébként a kenyaiak, és egyelőre ugye bronz, illetve ezüst kategóriás versenyeken indítják, hogy szokja az európai légkört is, és ezt követően gondolom, hogy majd talán már a jövő évi világbajnokságon is bevetik majd a kenyaiak, ha egyáltalán a fiatal fiú be tud majd kerülni a kenyaiak bombaerős válogatottjába. Egyelőre azonban azt láthatjuk, hogy 350-370 méter után Kovasi János teszi a dolgát, és Ulle Rania ott van nagyon-nagyon jól. Ebből valami jó idő is ki lehet, hiszen 54-en belüli időeredménnyel kezdtek. A dunakeszi fiatalember ugye ezt az iramot el tudja bírni, hiszen mondom 400-as, illetve 400 gátas volt, ahol ugye a korosztályos Európa bajnoki legjobb is volt, és most jelen pillanatban ő áll az ére, a kenyai már is támadja őt, a többiek közül látható módon már olyan nagyon-nagyon senki nem fog tudni beleszólni ebbe a küzdelembe. Ulle Rania viszont nagyon okosan futtatja a fiatal kenyait egyelőre a külső pályán. Hiába övé a tapasztalat, mármint ugye másfél évvel fiatalabb a kenyai jel, és egyelőre Hunyele János vezet, 1.45.53 az idei legjobbja, és ebben amivel ugye berobbant, nem csak a magyarországi 800 méteres, hanem az európai 800 méteres élvonalba is, méterek, megvan a hazai győzelem!